Következő jelenetünket, hát az ilyen céges bulik inspirálták, ahogy elhívnak néha bennünket, és akkor ott a főnök is szokott ilyen évértékelőt tartani. Hát most képzeljük el, hogy ti mindannyian egy cégnél dolgoztok, ugyanannál, lehet, hogy egyébként így is van, nem tudhatjuk. És a mi drága főnökünk intéz néhány szót hozzátok, a HR osztály részéről én segítek neki, a mi csodálatos, drága főnökünknek, aki úgy vezeti cégünk hajóját a fiskális tengeren, aki elég lesz. Mint Moby Dick, tessék. Moby Dick egy bálna volt. Úgy vezeti, mint egy bálna. Szóval bálna vagyok. Egy ilyen karcsú bálna, nem vastag. Na, csendet kérek. Igen, csend legyen, mindenki maradjon csendben, nem kocogtatunk parakat. Fog nem, már be a... Jó. Igen, tehát minden kedves itt dolgozónak. Mindenkinek, aki itt dolgozik, és itt van, vagy nincs itt, de itt dolgozik, csak késik, ugye késő, vagy késő nem lesz itt, de itt dolgozik most még, viszont később már ki lesz rúgva. Mi? Vagy nem lesz rúgva senki, jó, akkor előről kezdem. Tehát mindenkinek gratulálunk az idei teljesítményéhez. Gratulálunk. Kiváló munkát végeztet. Kiváló munkát végeztet. Ezt szeretném mindenkinek megköszönni. Ezt szeretném mindenkinek megköszönni. Én szeretném megköszönni. A főnök szeretné megköszönni, igen. Én nem köszönök senkinek semmit. Rohadjak, megköszönök bárkinek bármit. Az égvilágon semmit. Gratulálunk Arankának a marketing osztályról, hogy végre áldott állapotba került. Ráadásul terhes is, ugye? Én is ezt mondtam, ugye? Ja, reméljük, minél hamarabb kiderül, hogy ki a gyerek apja. Reméljük, ha megnő, olyan lesz, mint a főnök. Nem... Nem én vagyok a gyerek apja, ő tudja, hogy ki a gyerek apja, csak nem nyilvános. Jó, hát akkor reméljük, minél hamarabb kiengedik. Ugyanakkor Julikának gyors vigasztalódást a közelmúltbeli vállása. Ó, mi már megvigasztaltuk. Hogyan? Mutattunk fotókat a férje új csajáról, örömében még sírt is. És köszöntsük a cégünk leghűségesebb alkalmazottját, aki több mint kurva sok éve dolgozik nálam, de tapsoljuk meg, ahogy is hívják, olyan szakállas, nagymellű. Tapsoljuk meg őt. Tehát mindenkinek a munkájában elégedett vagyok. Kivéve az értékesítő, nem a marketing. Nem, a ti munkátokkal. Mit csináltatok, mikor Julikáról kiderült, hogy üldözési mániába szenved? Megnéztük el a Tom és Jerry összest. És amikor Tibi bácsit, a cégkönyvelőt átcsábította a másik cég? Tehát szerveztünk egy búcsúbulit. Amire nem ment el senki? A karcsi ott volt. Mert alkoholista. Hát épp ezért mi ittunk meg mindent. És amikor a portás indecens ajánlatot tett a titkárnőnknek? Gratuláltunk. A titkárnőnknek? Nem, a portásnak, ez ugyanis egy fogadás volt. Kifogadott. Hát a portás meg... nem emlékszem. Az a lényeg a cégünknek, hogy senki se érezzen hátrányos megkülönböztetést, ugye? Rácintra gondolom. Akár rá is. De a neve miatt vagy mert meleg? Pont erről beszélnek. Hát mi is szoktunk beszélni. Nem. Tegyük félre a konfliktusokat. Igen, Laci, Karcsi, hallottátok? Tehát mindenkinek jó szórakozást kívánni. Hajnalig iszunk. Természetesen kulturált keretek között. Éjfélig iszunk. A bár fizetős. Akkor ma este nem iszunk. Tehát jó szórakozást. Aki nem szórakozik, ki lesz rúgva. És végül még van egy fontos bejelentésem is. Bejelentünk valamit. Gyerekem lesz. Gyerekünk lesz. Nem nekünk, csak a főnöknek meg Irénkinek, ugye? Nem ugyanaz a gyerekünk lesz. Persze, hogy nem ugyanaz a főnök, és sokkal szebb lesz. Ami még fontosabb. Mi? Ő legalább tudja, hogy kitől van. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.